Üdvillő módon mindenkinek! Egy webóros töltésvezérlőt kaptam tesztre, és nagyon-nagyon kíváncsivá tett már a csomagolás is, ugyanis elég nagy a doboz. Nézzük meg közelebbről. Dobozt kinyitván kapunk hozzá egy használati utasítást. Egy hőmérőszenzort, én szerintem. Természetesen magát az eszközt, ami súlyos, és egy sablont, amivel természetesen akár fúrás mintát is lehet csinálni. A doboz innentől kezdve üres. Hát azért, amikor a kezedbe veszel valamit, hogy érzed, hogy van benne anyag, vagy nincs, ez egy súlyos holmi. Nézd meg, mekkora hatalmas hűtőborda társul egy 20 amperes töltésvezérlőhöz. Az elején szépen demonstrálták egyébként az adatokat. 12 volt esetén 260 watt napelem, 24 volt esetén 520 watt napelem. VMP, tehát a munkapont 17 volt és 75 volt között legyen, 12 voltos rendszer esetén, 24 voltos rendszer esetén 36 volt és 75 volt között legyen. A maximum bemenő a napelemből az 100 volt. És a maximum töltőáram az 20 amper. Tehát egy valódi MPPT-ről beszélünk. Van némi kis gombocska. Elég szép nagy csokikat kapunk egyébként. Ami érdekessége még a készüléknek, hogy itt a sarokban elhelyezkedik egy RS-232-es csatlakozó, amit alapesetben lehet használni arra, hogy például kiolvassuk belőle az adatokat, de nyilvánvalóan ahhoz sokkal nagyobb tudásra van szükség, mint amikor valaki csak úgy vesz valamit, beköti, és akkor jó van az úgy. Természetesen a készülék önmagában is megállja helyét mindenféle kiolvasás nélkül is. Sőt, nagyon jó funkciókkal van megáldva, amit majd demonstrálni is fogok. Na de tegyük fel a falra, és nézzük meg, hogy hogy működik. Provizórikusan bekötöttem a készüléket, azaz kapott kettő biztosítékot a oldalra, kettő biztosítékot, szakaszolhatóságot a napelem oldalra, természetesen a napelem oldalra kaptunk még egy ilyen mérőkét, amin fogjuk látni, hogy milyen munkaponton dolgozik a készülék, mi megy be. És lássuk akkor az első indítást. Egy vasfoszfát akku csomagot helyeztem most per pillanat alá. Felkapcsolom ugye a biztosítékot, és innentől kezdve fogjuk látni, hogy a készülék gyönyörűségesen föléled, és mutatja is, hogy 13,2 volton vagyunk. Itt mutatja nekünk a sarokban, hogy egy holdacska van, ami azt jelenti, hogy éjszaka van, 12 voltos rendszerrel van dolgunk, és sealed lead acid, tehát ugye savas akku per pillanat a beállításunk, fogyasztó kimenetünk nem aktív ebben a pillanatban. Na de mindjárt jól beállítjuk a készüléket. A készülék beállítása roppant egyszerű. Először megadjuk az akku típusát, aztán megadjuk a rendszerfeszültséget, kiegyenlítő feszültséget, maximum töltést, csepptöltést, azt az értéket, hogy hol kapcsoljon vissza a fogyasztó kimenetünk, és azt az értéket, hogy hol kapcsoljon ki a fogyasztó kimenetünk. Lássuk akkor az első beállítást, tehát a jobbra gombot fogom hosszan megnyomni, és akkor itt már mondja is, hogy válasszuk ki az akut, hogy milyen akut szeretnénk használni. Most a széled villog, és a felle nyilakkal tudok választani. Van itt még, hogy flooded, van itt ilyen, hogy user, a userbe tudjuk állítani a feszültséget, és van ilyen, hogy lithium ion. Na most én a usert fogom választani, pontosan azért, hogy én szabadon tudjam a feszültségeket választani, ez az Enter gomba jobbra. Megkérdi tőlünk a készülék, hogy milyen rendszerfeszültségünk van. Természetesen ő saját maga is fel tudja ismerni, mert látja, hogy milyen akut kötöttünk rá. De attól függetlenül megadhatjuk neki, hogy 12 voltos a rendszer. Itt az equalizer, úgymond, kiegyenlítő. Hát ezt most ugye egészen leállítjuk. Én 13,7 voltra fogom ezt beállítani, Enter gombot nyomok, boszt, maximum töltés, szintén a 13,8 lenne az igazi, de 13,7 lesz csak.
float, ez lenne ugye a csepptöltésünk, ezt alacsonyabbra veszem egy tizeddel, tehát 13,6 lesz. Itt kapcsol vissza a fogyasztókimenetünk, ezt nem bántjuk, és itt kapcsol ki a fogyasztókimenetünk, ezt most még megint nem bántjuk, és akkor így már készen is vagyunk, egyébként hosszú enterrel ki tudunk lépni, és innentől kezdve be is vagyunk állítva, mondhatni, tehát ennyire bonyolult volt beállítani. Itt fent egyébként van nekünk egy ilyen kis ledecskénk, mutatja, hogy van akunk, amennyiben egyébként az Enter gombot egyszer megnyomjuk, akkor gyönyörűségesen meggyullad a kis lámpácska, hogy igen, van fogyasztókimenetünk is, és itt is láthatjuk magán a lámpán, hogy úgymond világít, plusz a nyilacska is elindult abba az irányba. Kikapcsolni manuálisan természetesen még egy gombnyomással lehet, és szépen ki fog aludni. Lássuk akkor, mi történik, hogyha kap napelemet a készülék. Felkapcsolom. Innentől kezdve a napocska megjelent ebben a sarokban, és el is kezdte tölteni az akunkat. Munkapontunk 34-35 volt, és 6,3 amper. Amit azt látjuk, 200 valahány watttal töltődik. Alapvetően szerencse, hogy csak ennyivel töltődik, mert hogy a napelem az fotokba többet is tud, viszont itt most vannak nekünk különböző kis opcióink, mégpedig len. Alapvetően láthatjuk, hogy 36,7 volt, ami a napelemből bejön. 37,2-nek mondja az én mérőm, ő 36,8-nak mondja per pillanat. Hát ezt a pici eltérést elfogadom. 11 amper az, ami az akku irányába megyen. Ugye ez az akku irányába megy, nagyon vigyázat. Nem a napelemből jön. 13,7 volt, ugye az a maximum töltöttségünk lesz. Fogyasztókimenet irányába per pillanat nem folyik áram. Amperóra per pillanat még nincs, hát nyilvánvalóan várni kell egy kicsit, és majd fog gyűlni. És fogyasztókimenet irányába sincs még amperóra gyűlve, de majd fog nyilvánvalóan, használattól függően. 24 fokot regisztrál a készülék, és 15-ös kódra van beállítva a fogyasztó kimenet. Hibajelzés nincs. És ugye visszatértünk a fő képernyőre, amin ott is marad, szépen villog nekünk itt fent a kis napelem, hogy itt bizamostan töltés van, méghozzá boszt, tehát ugye ameddig el nem érjük a 13,7 voltot. És gyönyörű szépen teszi a dolgát. Rettentő jó egyébként, tehát nem úgy csinál, mint egy PWM, hogy leverjük a feszültséget 15 voltra, hanem ott marad szépen 37 volton, és úgy hozza be a 4,4 ampert konkrétan. Egyébként gyűlik az amperóra is, már 1 amperóránál járunk, és alapvetően azt is láthatjuk, hogy a BMS-ünk szerint 11,6 amper az, ami az akku fele megy, tehát ezt is vissza tudjuk ellenőrizni, hogy a készülékünk az mit számol. Hát ő 11,5 ampernek mondja, most ugye felfele, ott is van 11,5 amper, 11,6. Mondom, hogy ennyi pici kis kerekítés belefér egyébként. Alapvetően teljesen jól számol, tehát teljesen tökéletesen teszi a dolgát a készülékünk. Pici kísérlet, egy akku, egy voltmérő és egy labortáp társaságában. Alapvetően a dolog arról szólna, hogy elég sok fölös energia termelődik a rendszerben, és valahogy ezt el kellene használni, de csak a fölösleget kellene elhasználni, az akkuból nem szeretnénk használni. Tehát akkor nézzük meg azt a modellt, hogy hogyan működne egy boiler fűtés esetemben. Jelen pillanatban a voltmérőm az ide van kötve a fogyasztókimenetre, de ide egy SSR relét vagy egy sima mágnes kapcsolót kell kötni, és ugye amikor az meghúz, akkor gyakorlatilag beindul a boiler például. Jelen pillanatban ugye 14,1 volton vagyunk, hosszú gombnyomást csinálok a jobbra nyírra, és megnézzük a beállításainkat. Konkrétan a bekapcsolás az 13,6 volton történik meg, a kikapcsolás az 13,2 volton történik meg. Tehát nekünk ez itt teljesen megfelelő, és ugye amennyiben bekapcsoljuk a fogyasztókimenetünket, akkor ugye itt mutatja a nyilacska is, hogy most működik, és természetesen láthatjuk azt is, hogy 14,16 volt, tehát megjelent a feszültség. Na most akkor, hogy mivel nem tudok akkumerülést szimulálni,
Éppen ezért lejjebb fogom szabályozni a labortápomat, és láthatjuk 13,3 volton, még vígan működik a fogyasztókimenetünk, még lejjebb tekerem egy kicsit. Én lefele tekerem, ez emelkedik közbe. Jó minőségű a labortáp, hiába, hiába. Na és most értük el azt a szakaszt, hogy 13,17. Itt egy kicsit gondolkozni fog a készülék, és egyszer csak fog dobni egy hibát, már dobta is a hibát lényegébe, és innentől kezdve kikapcsolta a fogyasztókimenetünket, azaz eltűnt innen a feszültség, tehát leállna a boilerünk alapvetően, vagy más fűtőeszköz például. De ha mondjuk újra kisüt a nap, akkor ugye ahogy én elkezdem föltekerni a feszültséget, újra aktiválódik, és megint van kimenetünk, azaz megint a napenergiával tudjuk üzemeltetni a nagy fogyasztónkat. Természetesen ezt már nagyon sokan megoldották, különböző Arduino, PLC, PDC, és még sorolhatnám mennyi mindennel, de az átlagember nem lesz rá képes soha, hogy ilyen dolgokat beüzemeljen. Ezt az egyszerű dolgot viszont szerintem bárki meg tudja csinálni. Csak ide köt egy darab relét, és az a relé beindítja a boilert. Amennyiben a relé megállt, megáll a boiler is, kész. És nem az akut merítettük, hanem csak a napnak az energiáját használtuk. Az egy másik kérdéskör, hogy ezt az eszközt csak vezérlésként használjuk, ugyanis nem ez az eszköz fogja megtermelni a boilernek szükséges energiát. 250 watt az kicsit kevés lenne hozzá alapvetően, úgyhogy mindenféleképpen őt csak vezérlőnek használjuk ebben a kísérletben. De teljesen élhető alapvetően. Összességében egy nagyon jó kis töltésvezérlővel állunk szemben. Egyetlen egy dologra kell figyelni, mégpedig len, hogy 12 volton ne haladjuk meg a 250 watt napelemet, 24 volton pedig a 500 watt körülit. Erre kell csak figyelni. Amennyiben ilyen kis teljesítménnyel beérjük, akkor nagyon jó választásnak tűnik számomra, főleg, hogy fogyasztáskimenet is van rajta, és hogy nagyon tág tartományokban tudjuk azt állítani kedvünkre. Ez egy hatalmas pluszpont egyébként a Vevornak, hogy ezt így megengedték, hogy lehet itt tekergetni a feszültségeket, támogatja a lítium akkumulátorokat is, szóval hát nem bírok belekötni egyszerűen. De hogy kössek bele, keveslem egy kicsit a 20 ampert, azonban van nagyobb változat, ha valakinek nagyobb változat kell, ott viszont arra már vigyázni kell, hogy ott nincs fogyasztó kimenet. Tehát az nem fogja ezt a dolgot támogatni, amit ebben a videóban bemutattam. Na de erre a videóra ennyit, ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a Magad Uram csatornára is. A következő videóig is, na csá!